Utolsó simítások a vasúti híd alatt. A kövel felszórt átjáró maradt a malomszögi kert tulajdonosok és a síneken túlélők utolsó reménysége. A vasút korszerűsítés részeként emelt zajvédőfal és a korábbi átjárót lezáró kapuk miatt ugyanis az ártéren kell áttolniuk a kerékpárjukat azoknak, akik a gáton szeretnének tovább haladni. A híd alatt korábban kitaposott ösvényt az ígérethez híven az önkormányzat megbízására jócskán megemelték, és több rétegben kővel is megszórták. Hogy mekkora lesz az árvíz, vagy lesz egy egyáltalán, azt nem tudjuk most egyelőre. Egyelőre jó dolog, és köszönjük, hogy ennyire is haladtunk előre. Papék több generáció óta a sineken túlélnek, így számukra létfontosságú, hogy ne kerülővel a versenyszögi útról kelljen megközelíteni lakóingatlanjukat. Sérelmezik ugyan, hogy nem kaptak kulcsot a vasúti átkelő vasajtajához, de jobb hiány a híd alatt megemelt átjáróval is elégedettek. Sérelmezik viszont, hogy a vízügy több sorompót is lezár a gáton való közlekedés korlátozására, miközben nincs tekintettel a lehajtójukra sem. Az a legnagyobb bajunk, hogy mind a ketten 60 éven felüliek vagyunk, kis betegések, és hogy a mentőtűzoltó katasztrófa védelem nem bírja megközelíteni a tanyát, amelyik 50 méterre van a vasúttól csak. A gátat jellemzően esős, nedves időben zárják le, hogy az autók ne okozzanak benne kárt. Sürgős esetben a szomszédban élő gátőr tudja kinyitni a lakatokat, ez azonban korábban is így működött.